A sebességhatároló biztosítja, hogy ne lépje túl a korábban beállított sebességet. Így az aktuálisan érvényes sebességkorlátozásokhoz állíthatja a sebességét. Ha 30 km/h-nál nagyobb sebességgel halad, nyomja meg ezt a kapcsolót a sebességkorlátozó bekapcsolásához. A kijelző egységen megjelenik ez a szürke visszajelző lámpa és a következő üzenet limiter on. Ha elérte a kívánt sebességet, nyomja meg az egyik kapcsolót. Ezzel bekapcsolja a funkciót és a rendszer rögzíti az aktuális sebességet. A beállított sebesség megváltoztatásához nyomja meg ezt a gombot a csökkentéshez és ezt a növeléshez. Ha elérte a beállított sebességet, akkor már nem gyorsulhat, és ellenállást fog érezni, ha megnyomja a gázpedált. Természetesen rövid időre bármikor visszaveheti az irányítást a gépkocsi gyorsítása felett, ez például előzésnél lehet hasznos. Ehhez nyomja le erőteljesen a gázpedált túl azon a ponton, ahol az ellenállást érzi. Előzés közben a sebességkorlátozás értéke villog a kijelző egységen. A beállított sebességhez való visszatéréshez engedje fel a gázpedált. Miután ismét elérte a beállított sebességet, a kijelző visszatér a normál értékhez, és a sebességkorlátozó újraindul. A funkció készenléti állapotba történő helyezéséhez nyomja meg ezt a gombot. A beállított sebességet elmenti a rendszer, és továbbra is látható a kijelzőn. A sebesség újbóli aktiválásához nyomja meg ezt a gombot egyszer. Amikor a sebességkorlátozó funkció készenléti üzemmódban van, és a vezető megnyomja a kapcsolót, a funkció aktiválódik, de nem a tárolt sebességértéket fogja használni, hanem a gépkocsi aktuális haladási sebességét. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. A kijelző egységen a visszajelző lámpa kialszik, és a mentett sebesség törlődik. Egy meredek lejtőn előfordulhat, hogy a sebesség határoló átmenetileg nem érhető el. Ebben az esetben a mentett sebesség színnel villog a műszerfalon, és rendszeres időközönként hangjelzést ad, amely tájékoztatja önt arról, hogy a beállított sebességet meghaladó sebességgel vezet. A féket kell használnia, hogy visszaszerezze a sebesség feletti irányítást. Ez a funkció egy kiegészítő vezetés támogató megoldás, amely soha nem helyettesíti az ön éberségét. Mindig figyeljen a forgalmi körülményekre és a környezetére.